vannak olyan pillanatok az életében, amikor azt mondja, hogy dugd fel a botodat magadnak, seggfejjel. Csuli az egészre tudta rég, érezte szabad az út. Nem tudom, van elég film a korában, de erről órákat lehetne beszélni. Legyél osztály, ne ülj otthon, a világnak nem. Tudom az igát, én osztom az igét, és felcsípek néha egy-két diszkós pigét, hogy megtudják, hogy mi az a rock, és hogy a kulcsba túljukon a nyúzik a rock. Jó név, meg így jól lehetne. Tang, csak, da. Talán, az meg ez fasza lesz. Hogy van egy kis baj, úgyhogy a mai pornosztornó. Tudod, a fiúja félni fél, hogy félreérti a vérem, amitől forró. Mikor kéz a kézben, teljes egészben, az anyakönyv előtt állva. A férje ő lesz, a fiúja meg én tudom, ki van ezt találva. Hogyha te úgy láttál engem kisrácként, tizenpár évesen, ahogy mondtad is, hogy én ott a pult mögött, ahol ebben a hát ilyen metal boltban, ilyen metal, ugye kazettákat árultunk, pólót, mit tudom én, hát ilyen metal üzlet volt, rockzenei szaküzlet, ha úgy tetszik, bármilyen hülye hangzik is ez a kifejezés. Szóval, hogyha te engem akkor ott úgy láttál a pult mögött, hogy olyan, igaz, hogy én eladó voltam ott, de mintha már rockstar lennék, annak valószínűleg az lett az oka, és remélem ezzel nem mondott nagy képű dolgot, de szerintem a rockstart nem azt teszi, hogy felvesz-e magára egy rockstaros ruhát, vagy megpróbál-e úgy pózolni, mint hogyha egy rockstart látna a tévében, vagy nem tudom, hanem egyszerűen rockstárnak szerintem születni kell. Én azt gondolom, hát az ember akkor is rockstár már, amikor még nem tudom, általánosban jár. Legalábbis akkor, hogyha fejben az vagy, akkor onnantól kezdve az vagy. És ezzel válaszoltam a kérdésnek arra részére is, hogy mit láttam, vagy milyen jövőképet gondoltam magam előtt, vagy mit gondoltam akkor. Én sem voltam egyébként sokkal idősebb, persze mondjuk egy pár éve nyilván, mint te, de én is a 20-as éveim legelején jártam ekkor. És egész egyszerűen csak nem volt B-tervem az életemet illetően. Igazából ez a bizonyos Metal Arcade nevű üzlet, amiről te beszéltél az előbb, ahol eladóként dolgoztam, nem egészen egy évet, szerintem kb. Ilyen 9-10 hónapot vagy valami ilyesmi. Az volt az utolsó normálisnak hívott vagy hívható munkahelyem, ha úgy tetszik. És amikor oda mentem dolgozni, akkor is mondtam már az ottani főnök embernek, hogy szívesen jövök ide dolgozni, mint eladó. Egyrészt, mert nyilván a rockzene érdekel, másrészt meg egy csúran cseppen egy kis lóvé a munkáért értelemszerűen, de azt is mondtam neki, hogy azért jó, hogyha azt tudja, hogy én nem innen fogok nyugdíjba menni. Tehát nekem ez egy viszonylag záros időn belül teljes egészében saját lábra állok. Legalábbis ami azt illeti, hogy nem akarok már bejárni valahová 8-4-ig dolgozni egy munkahelyre, vagy a boltban, mit tudom én, 10-6-ig teljesen mindegy, hanem én zenélek így aztán. De tudta is egyébként, tehát ezzel nem volt az égvilágon semmi gond, azért laza munkahely volt egyébként ilyen szempontból. Ő is lazán fogta az egészet fel, én is lazán csináltam az egészet, de már akkor egyértelmű volt számomra, ekkor már egyértelmű volt számomra. Akkor már évek óta zenéltem, ez a Tankcsodának a legelején vagyunk, 1989-ben vagyunk körülbelül, 90 legelején. Igazából a Bajban kazettát már ott kezdtük el árulni. Ugye fénymásoltuk a borítót, a kazettát ugye lemásoltuk, és már ott ebben a kazettaboltban, ebben a Metal Arcade-ban, már a Tankcsodban, Bajban árultuk. Én magam is árultam talán, ha jól emlékszem, bár ebben nem vagyok egészen biztos, de a lényeg, hogy ez ebben az időszakban volt, úgyhogy igazából, ja, aznak, hogy az emberekkel ilyen szempontból veled is türelmes voltam, hát nyilván az volt a dolgom, hogy eladjam ott a kazettákat, meg a pólókat, meg a metálos jelvényeket, de nem tudom, miket árultunk abban. Nem volt akkor még CD, mármint ilyen heavy metal CD, egészen biztosan nem, itt Debrecenben legalábbis tuti, hogy nem, de az biztos, hogy mivel miután jól éreztem ott magam, ezért nem okozott, vagy nem esett nehezemre egyébként normálisnak lenni az emberekkel. Ráadásul egész nap kongattuk a metált, érted? Szombatonként már szombaton is itt volt a bolt délelőtt nyilván, hiszen egy üzletről beszélünk, egy ilyen kereskedelmi egységről. Azért volt olyan a péntek esti bulik után, amikor szombaton dél körül fogtam fel, hogy én egyébként órák óta dolgozom a pult mögött. Na mindegy, szóval volt a két ilyen kalud, ez kétségtelen. Szerintem egyébként most is jellemző Debrecenre a pezsgő zenei élet, a könnyű zene, ha úgy tetszik a rock zene, vagy a pop-rock zenei élet,
bárhogy is fogalmazzunk, vagy nevezzük ezt. Abban az időben is így volt, ez nagyon sok fiatal zenekar volt, nagyon sok fiatal srác volt. Nyilván abban az érában lévő, hasonszőrű életkorban hozzám közel állókat értelemszerűen sokkal jobban ismertem, mint a nálam idősebbeket, vagy a mostanában fiatal srácokat nyilvánvalóan, meg zenekarokat. Rengeteg ember rohangált az utcán gitártokkal a hóna alatt, érted, mire gondolok. És most nyilván lehet sorolni zenekarneveket a korabeli időszakból. Voltak olyan zenekarok, akik akkor úgy tűnt, hogy majd befutnak és népszerűvé válnak, aztán nem így lett. Aztán voltak olyan zenekarok is, mint a Tankcsapda, akire az elején mindenki csak legyintett, hogy ilyen hülye nével baznak, hogy lehet egyáltalán, mi a faszt akartok ti egyáltalán csinálni. Ezzel mondtam, hát most ez a neve a zenekarnak, higgyétek-e, jó lesz ez. Nem is ez a lényeg, nem erre akartam kiugadni, sokkal inkább arra, hogy nagyon pesgett ez a fajta rockzenei élet, ha úgy tetszik. Ráadásul pont azért, mert ahogy te is fogalmaztál az előbb a kérdés feltevésekor, nem volt ilyen rivalizálás a szónak ebben az életemben, nem akart senki a másik fölé nőni, nem voltunk egymás sikereire, vagy kisebb-nagyobb rész sikereire féltékenyek. Éppen ebből fakadóan, ugye abban az életkori közösségben, ha úgy tetszik, az a 18-20-22 éves srácok, akik doboltak, gitároztak, mindenféle hangszeren játszottak, nagyjából és egészében, hogyha úgy tetszik, ha nem is állandóan, de úgy mindenki zenélt mindenkivel egy kicsit, érted. De ez így szokott lenni szerintem máshol is, hogyha megkérdezel a régi, a nagy generációnak hívott budapesti zenekarok tagjait, ott is mindenki zenélt mindenkivel több-kevesebb ideig. Én is Debrecenben abban az időben azokkal a srácokkal azért, ha csak a próbahelyen is, ha csak egy kocsmában is hajnalban félrészegen dzsemeltünk, nyomtuk a mit tudom én a bluesokat, vagy nem is tudom, érted? Tehát, hogy mindenki zenélt mindenkivel, de mondom, egyébként ilyen értelemben véve természetesen ismertem a korabeli debreceni zenei szcénát, de azt hazudnék, ha azt mondanám, hogy különösebben sokat foglalkoztam vele, nem azért, nem mert nem érdekelt, hanem azért, mert a saját dolgom érdekelt, és ez végül is a mai napig is így van. Tankcsapdának a neve az úgy jött, pontosabban onnan lett zenekar név, hogy amikor elkezdtünk zenélni Buzsikkal meg Labival, így hobbi szinten hülyeskedésből, akkor végülis mindenkinek volt saját zenekara, amit mindahányan zenélgettünk más zenekarokban. Labinak is volt bandája, nekem is volt kettő is, ha úgy tetszik, hogy a Vöröskakas meg a PG csoport. Buzsiknak nem volt ilyen szinten fix bandája, de a lényeg, hogy amikor elkezdtünk zenélni, akkor nem választottunk zenekar nevet, mert nem volt célunk az, hogy ezzel a formációval koncertezünk, egyszerűen csak a saját örömködésünk véget csináltuk ezt. De amikor aztán eljött az időszak, hogy írtunk egy jó néhány saját dalt, ráadásul fel is léptünk egyszer-kétszer itt-ott, hát muszáj volt valamit a plakátra ráírni, hogy mégis hogy hívják ezt a zenekart, érted? És akkor elkezdtünk zenekar néven gondolkozni, és volt egy csomó ötlet, mindenféle hülye ötletek, sok helyen elmondtam már, de tényleg mindenféle idiótábbnál idiótább névötletek voltak. A Vágóhíd, Boncasztal, nem is tudom, mindenféle ilyen vidám kifejezések. És egyik alkalommal, ezt aztán utólag fejtettük vissza, egyik alkalommal egy kocsmázás alkalmával Labi, a zenekarnak a alapító basszusgitárosa, mondta, hogy amikor jöttem ide, az meg otthonról, akkor még ugye mindjárt a szüleinknél laktunk, nem volt pénzünk, lakása, ilyesmi. Felütöttem egy szótárt, mondta ott a kocsmában, mielőtt indultad a találkozóra, és annál a szónál nyílt ki valahogy, hogy tankcsapda, hogy ugye a harckocsi és a beton, meg nem tudom milyen a háborúban használatos eszközök ezek, amik ugye a harckocsikat próbálják megakadályozni a mozgásban, és hogy tankcsapda, hogy ez milyen név, hábanom, pasz meg. És akkor ültünk a kocsmában, megittünk egy pár sört, nyilván, vagy elég sokat, amennyire pénzünk volt, legalábbis annyit biztosan. És akkor így ízlegettük ezt a szót, hogy tankcsapda, meg így mondtam nekik, hogy pasz meg, ez egy jó, ilyen punkos, rockos, jó név, meg így jól lehet mondani, tankcsapda, pasz meg, ez fasza lesz, ez tuti, hogy jó lesz. De persze mondom, a korabeli ismerősök röhögtek rajta, hogy pasz meg, ilyen névvel nem lehet karriert építeni. Mondtam, hogy lehet, hogy nem lehet, szerintem igen, de nekünk tetszett ez a név, és hát végül is az idő minket igazolt.
1990 év eleje, vagy az év első néhány hónapjában volt egy olyan időszak, egy olyan átfedés, sőt, inkább a 89 végén, 90 elején. Végül is igen. Tehát a zenekar tankcsőbe megalakulása kor környékén. Volt egy olyan néhány hónapnyi átfedés, amikor mind a három valaha általam, tehát az a három zenekar, akiben valaha zenéltem rendszeresen, és mint hivatalosan, mint zenekari tag, úgy értem, az mind a három zenekar egymás mellett párhuzamosan működött. A Vöröskakas volt az első zenekar, vagy hát a ilyen szinten első, ugye a gimnáziumi, sőt már az általános iskolai évekből fakadó ugye első zenekar, első szellem, Nagy Tomival. Volt egy PG csoport, meg a mai napig is van egyébként egy PG csoport nevű zenekar, akik egy egyetemi, ugye akkor Debrecenben a Kossuth Egyetemnek, vagy Kossuth Egyetem körül szerveződő dolog volt ez, és oda igazából belecsöppentem ebbe a dologba, de kurvára élveztem persze, és ezekkel párhuzamosan alakult meg a tankcsapda, vagy ezek mellett. És mondom, volt néhány olyan hónap, talán egy, nem egészen egy év is, amikor ez a három zenekar egymás mellett működött, egymással párhuzamosan működött, de éppen a Baj van demónak a készítése napján, ez 89 novemberében történt, volt egy olyan nap, amikor reggeltől mondjuk délig próbáltam a Vöröskakassal, délután felvettük a Baj van demót a tankcsapdával, 2-től 5-ig körülbelül, és este próbáltunk a PG-vel, a PG csoporttal. És amikor mentem éjszaka haza, hát nyilván ki voltam a faszolva teljesen, akkor így gondolkoztam azon, meg a többiekkel, ugye mentünk haza, beszélgettünk, hogy az meg ez így nem fog menni, tehát egész egyszerűen nem lehet egy seggel. Két lovat még csak-csak, azt is nehezen, hármat meg végképp nem. És abban az időben senki nem gondolta, hogy a tankcsapda az a zenekar, aki mellőle kéne tennem a voksom, de mivel ez az én zenekarom, vagy a mi zenekarunk, tehát ez volt leginkább az én saját magamhoz legközelebb álló, eleve ez a fajta jóval agresszív zene volt, mint akár a Kakas, akár a PG csoport. Gyors, punkos, kiabálós, köpködős, beleszarós, tényleg az a fajta rock and roll, amit én mindig is csinálni szerettem volna. És annak ellenére, hogy a másik két zenekar, de a PG csoport elsősorban is egyre inkább az látszott akkor, hogy egyre népszerűbbé és sikeresebbé válik, éppen az első lemezkiadás előtt álltunk azzal a zenekarra, stb. Én a legtöbb ember csodálatára, meg nem tetszésére, vagy hogy nem tetszés nyilvánítása ellenére is, én a tankcsapdát választom, és azt mondtam egy idő után a srácoknak, a többieknek, hogy én nem akarok más csinálni, csak a tankcsapdát. Mindenki hülyének nézett, hozzáteszem, hogy bazd meg egy tankcsapdát, bazd meg össze-vissza. Normálisan be se tudjátok hangolni a gitárt, ami mondjuk egyébként igaz is volt. De valahogy nem tudom, valahogy egész egyszerűen csak azt gondoltam magamról, meg magunkról, hogy ezt a zenekart, ezt a zenét, ezt a fajta habitust akarom csinálni. Nem mintha a másik kettővel bármi bajom lett volna, de igazából ez volt az én zenekarom, ha úgy tetszik. Húzom az igát, én osztom az igét, és felcsípek néha egy-két diszkós pigét, hogy ne tudják, hogy mi az a rock, és hogy a kulcsfartójukon a nyuszi farok, nem az egyetlen jó farok ebben a városban. Jó vagyok szólóban, jó vagyok párosban. Azt, hogy a tankcsoda dalszövegeit mennyire köthetők ahhoz, hogy Debrecenben születtem, itt éltem, mindig is, minden mai napig itt élek. Nyilvánvalóan vannak olyan dalok, amik deklaráltan, kimondottan emiatt születtek, vagy ebből fakadóan elég, hogyha csak az Alföldi Gyerek című számunkat mondom, az egy jóval később időszakban született ugyan, de hogy érted, tehát vannak olyan dalok, amik kimondottan azért, vagy azt a fajta életérzést tükrözik, amit Debrecen, vagy a debreceniség jelent, vagy jelenthet. Egyébként pedig ahhoz képest, hogy debreceni vagyok, meg itt éltem, meg itt születtem, meg itt élek mind a mai nap is. Éppen a zenekar okán nagyon sokat utaztunk, nagyon sokat jövünk, megyünk mind a mai napig. Magyarországon értelemszerűen, Keresztbekasban, de Európa szerte és világ szerte, és egy csomót koncertezünk, utazunk, amúgy is szerettem mindig is utazni, magánemberként is, nem csak a zenekarként. Éppen ezért nem volt olyan nehéz az inspirációt, meg egyáltalán különböző egyéb más behatásokat magamba szívni, illetve, és remélem, hogy ez megint nem egy nagyképű kijelentés, de a tankcsoda dalszövegeinek jó része az szerintem egy általános értelemben értelmezhető szöveg. Nem kell hozzá Debreceninek lenni, vagy nem kell hozzá Budapestinek lenni, nem is kell hozzá feltétlenül, hogy még csak magyarnak se lenni. Egyszerűen csak gondolkodó embernek kell lenni, vagy bulizó embernek kell lenni, vagy csajozó embernek kell, szerelmesnek kell lenni, csalódottnak kell lenni, fájdalmat kell megélni, örömet kell megélni. Ez szerintem nagyjából és egészében mindenhol így van az egész világon. Persze van, ahol kicsit így van, ahol kicsit úgy, de azt gondolom, hogy egy olyan gondolatmenet, vagy azok a gondolatok, amik a tankcsapda dalszövegeit, nem mindegy egyes dalszöveget, de egy csomót jellemeznek, azok szerintem inkább emberspecifikusak, nem pedig helyszínspecifikusak. Várom a szombat délután, meg gyerek,
szűnjen a barázs, ne gyere pit oda, ahol a liga részek madár se jár, aztán megjön a mámor és a nyilai jó helyre lőni ki álmod, én a tirani kélő gyújtó zsinarja a nyakalia, robbanás tavár, közben az autó már jobból meg valami jó van. A Tankcsoda korai szövegei, hogyha az előbb a primitív szót használtad a punk zene és a punk szövegeket illetően, akkor azért a Tankcsoda korai dalszövegeire is jellemző ez a fajta egyszerűség, nevezhetjük akár primitivitásnak is, nem negatív értelemben, hanem inkább egyszerű eszköztárral dolgoztunk, nem csak szövegileg értelemszerűen, hanem zeneileg is. Igazság szerint egyébként én a Tankcsoda megalakulásakor már évekkel korábban ugye zenéltem, ugye az előbb beszélt zenekarokban, vagy zenekarokkal, meg srácokkal össze-vissza mindenkivel. Úgyhogy én hogyha nagyon sarkosan kéne fogalmazni, akkor én inkább ebből a klasszikus rhythm and blues világból jövök, ahonnan a Doors, ahonnan a Jimi Hendrix, ahonnan Janis Joplin, aztán később a Led Zeppelin, a Deep Purple, egyeveket lehet eredeztethetni. Nekem a keményebb zenék azok később ütöttek be, és a punk zene meg aztán igazából a Tankcsoda megalakulása környékén kezdett el engem leginkább érdekelni, és elkezd is foglalkoztatni, és igazság szerint a Tankcsoda zenéje és a hozzá kapcsolódó korabeli, korai szövegek, a legeleje az a baj van, demo, a punk and roll album, azok azért is voltak annyira egyszerűek, mert hát végül is az a fajta zenei közeg, meg stílus, az nem igényelte egyrészt, másrészt meg én magam is, hát nyilván a szövegírói, ha úgy tetszik, pályafutásom elején jártam a másik két zenekarban, nem én írtam a szövegeket. A Tankcsodában is úgy lettem, ilyen bocsánat a szövegíró lettem, hogy miután Labi meg Buzsik mondták, hogy ők ugyan nem érnek szöveget, tehát így nem volt sok választás, akkor írok én szöveget. Tehát, de tényleg ennyire spontán, ennyire ha úgy tetszik, punkosan ment a dolog, hogy ki lesz, leszek én a dobos, én a gitározni fogok, az fasza, ki írja a dalszöveget, én nem, én se, hát jó, hát akkor írom én, tehát érted? Tehát igazából, és az más kérdés, hogy aztán az évek előre haladtával az alakulásával, a zenés stílusunk alakulásával, ebből a egy-két akkordos, nagyon egyszerű, nagyon rövid, nagyon primitív, tényleg ilyen egyperces, másfélperces punk nótákból, aztán később elkezdtünk egyre inkább zenélni. Minél többet gyakoroltunk, meg minél többet láttunk, hallottunk a világból a zenei értelemben véve, és annál több behatás ért minket logikus módon. És ez a zene és a szövegek is ezek egymással párhuzamosan alakultak és fejlődtek. És ez kétségtelen, hogy egy idő után elmaradt mögöttünk ez a fajta nagyon primitív punk dolog. De hozzáteszem, az elején se azért csináltuk ezt, mert mi kitaláltuk, hogy mi egyébként kibaszott jól tudunk zenélni, de mi punkot akarunk játszani, hanem azért játszhatunk olyan zenét, mint a klasszikus ős punk bandák, mert annyira tudtunk zenélni, és nem jobban. Minél inkább tudtunk zenélni, minél több, ahogy szokták viccesen mondani, hogy angol punk kutatók felfedezték a negyedik akkordot, érted? Tehát, mi is, amikor felfedeztük a negyedik, aztán az ötödik akkordot és a gitáron, onnantól kezdve kinyílt a világ. Félig viccesen, félig komolyan mondom mindezt. És nyilván ezzel párhuzamosan a szöveg is értelemszerűen alakultak is. Ha nem is finomodtak, mert azért a legjobb mérednek, vagy egy jönnek a férgetnek, amik évekkel később születtek, nem finom a szövege, de legalábbis jóval több mindenről tud szólni, meg jóval árnyaltabban fogalmaz, meg jóval összetettebb témákat boncolgat, mint mondjuk a baj van, baj, gyenge a fű, jó a csaj, ami az egyik első szövegek közül van. A 45-össze megtöltöm, ez az álom, ez az élet. Lehet, hogy most ér véget, ha gitárt fognál, én szólok, tűnj el innen, nem a te dolgod. Csak személytom, csak disznó, ez a szalaszén faszod, rock'n'roll. Általában a zenekarok, hogyha így visszatekintenek, főleg évtizedek kell később a korai időszakra, ugye a Tankcsoda most a beszélgetéskor 35 éves zenekar megalakulását követően. Általában ilyenkor a zenészek vagy a zenekarok arról szoktak beszélni, hogy mikor érezték azt, hogy most már népszerűvé váltak, meg sztárrá váltak, meg beütött a dolog, nem tudom, akár anyagilag, akár erkölcsileg, akár a közönséget illetően nagyobb turnébusz, nagy szebb gitár, mit tudom én. És ez általában így szokott lenni, és ez jellemzően így is normális. Én ezzel együtt, vagy ezzel párhuzamosan, én a zenekarnak az egész pályafutás során azt éreztem, hogy most vagyunk a legjobbak, és most vagyunk a legnagyobb sztárok. Nyilvánvalóan, ha visszatekintek, akkor látom már, hogy a 90-es évek közepén már nem voltunk még annyira népszerűek, mint mondjuk 20 évvel később. Persze, utólag visszatekintve látom ezt, de az adott helyzetben én mindig azt gondoltam, hogy basz meg, hát ez a létező világok legjobbika.
ahogy ugye szokták ezt mondani. Éppen ezért nekem sose volt az, hogy mikor éreztem meg először azt, hogy befutottunk, vagy hogy most már megy a dolog, mert én kurvára élveztem azt, hogy elmentünk játszani már legelején is bárhova, és pengettük a gitárt, és láttam, hogy a pultból integetnek, hogy a buli után majd kapok sört, meg jöttek a csajok a buli után, hogy hello, ti Debrecenből vagytok, aha, igen, úgy nekem is van egy ismerősöm, tényleg gyere, beszéljük meg itt hátul a busz mögött. Tehát érted, igazából engem már a legelején is az a fajta érzés fogott el, meg az a fajta érzés lett körbe, hogy mi menő rockstárok vagyunk, és kész. Még akkor is, hogyha egyébként lepattant helyeken játszottunk jóval kevesebb embernek, mint aztán egy éve, meg 10 éve, meg 20 éve később persze. A Tankcsapda megalakulásakor én gitáros voltam, 6 húros gitáros, és Lavi volt ugye a basszus gitáros. De mondom, ez nem azért történt így, mert én különösen jó gitáros lettem volna, hiszen én egyébként a Vöröskakasban, meg a PG csoportban én basszus gitáros voltam. Labi a saját zenekarában meg gitáros volt. És pont azért, mert szartunk bele a Tankcsapdát illetően mindenbe, ezért kitaláltuk, hogy ebben a zenekarban meg leszek én a gitáros, te meg legyél a dobos. Vagy mi a Buzsik mondta, hogy ő dobolni akar mindenképp, érted? Hát jó, hát akkor Labi legyen a... Leszel a basszus gitáros? Leszek, mondtam, akkor leszek én a gitáros, pasza. Az első 3 év a Tankcsapdában így történt, hogy Labi volt a basszus gitáros, én voltam a gitáros. És ha valaki a zenekarnak a kronológiáját végignézi, vagy meghallgatja, vagy azt a részét legalábbis, akkor azt hallhatja, meg láthatja, hogy a Legjobb Méreg című lemez az már egy jóval hardrockosabb, vagy ha úgy tetszik, metálosabb, tehát rockosabb lemez volt, mint akár az előző Punk and Roll, vagy a Baj van, az a legelső anyag. És ekkor én még gitáros voltam. Tehát igazából nem emiatt kezdett el a zenekar rockosabbá válni, hogy én hangszert váltottam volna. Ráadásul az, amikor Cseresznyi a zenekarra beszállt és Labi elment, és én visszavettem a basszusgitárt, az itt a kifejezést is most ki is mondtam, én visszavettem a basszusgitárt. Tehát számomra, vagy nekem előtte is, meg azóta is az originál hangszerem, ha úgy tetszik. Én bocsinálta gitáros voltam, érted? Mondom, csak a poén kedvéért vettem a nyakamba a 6 húrost. Soha nem voltam jó szólógitáros, a Legjobb Méreg lemezen a dalokban a gitárszólókat különböző srácok, közreműködő gitárosok játsszák, mert én nem tudtam szólógitározni, érted? Az más kérdés, hogy aztán Cseresznyi csatlakozása után, miután ez egy stabil felállássá vált, és nem csak közreműködőként volt, időnként velünk egy-egy gitáros, onnantól, és nyilván Cseresznyének a metálosabb, meg gitáros aggyal való gondolkozásmódja nyilván elvitt aztán, vagy beépített a Tankcsapda stílusába egy csomó olyan zenei elemet, vagy hangképet, vagy nem is tudom, hangzást, ami aztán nyilván a zenekart egyfajta rockosabb irányba vitte, de miután a zenekarban, és remélem, hogy ezzel se a korabeli, se a mostani srácokat nem bántom meg, de fődalszerző voltam mindig is, éppen ezért az a fajta folyamatosság vagy kontinuitás, ha úgy tetszik, a Bajban óta jellemző a Tankcsapdára, az más kérdés, hogy nyilván a zenekarnak a zenéje és a szövege és a zenéje, most erről beszélünk, folyamatosan változik, reményeim szerint fejlődik, ez magával hozta azt is, hogy közben a mindenféle más stílusból is beszivárogtak bele elemek, akár lazábbak, akár keményebbek, akár irgalmatlan. Mondjuk 2 lábdobot nem használtunk addig, ami például a Fejes Tomiben nem szállt 2000 év elején. Addig nem voltak 2 lábdobos témák, azóta van egy csomó 2 lábdobos téma, az új lemezen is lesz egy-két olyan, ami tényleg ilyen jó, vehemes. De az is igaz, hogy mondjuk Siri csatlakozásával is például jött egy olyasfajta harmónia világ, ami az egyébként a Tankcsapdára jól jellemző, pluszban tovább kiegészíti, érted? Nem félünk jó ideje használni, főleg stúdióban értelemszerűen, tehát csak ott adott esetben olyan hangszereket is, amik a zenekarra nem jellemzőek. Hiszen 3-an vagyunk a koncerten, a Tankcsapda koncerteken, amit hallasz, az mind ott történik. Nem használunk kiegészítő sávokat, playback sávokat, nincsenek mellettünk, mögöttünk plusz zenészek, nincsenek kórusok, meg nem tudom, billentyűs nincs a színpadon, ilyesmi. Azokban a dalokban, amik viszont stúdióban hangszerelés tekintetében megkívánják az ilyesmit, ha úgy tetszik, kiáltanak egy másfajta hangszínért, elég, ha csak a Rock and Roll Rúja című számban lévő szaxofon szólót mondom, a zenekarban sose volt szaxofonista, az a szaxofon szóló koncerten soha nem hangzott el, de az embereket az igazából, legyünk őszintén, nem is nagyon érdekli, mert a bulizás miatt, meg a jó hangulat, meg a lendület, meg a Rock and Roll miatt jönnek Tankcsapda a koncertre, és nem pedig azért, hogy vágyfüllel kagylózzák, hogy hát azért a lemezen itt nem tudom, itt nem pont így volt, mert itt van zongora, vagy van szaxofon. Persze, ez igazából csak azt akartam ebből az egészből kihozni, kalandoztam egy kicsit, hogy az a fajta zenei változás, ami a korai punkos időszakból aztán egyre inkább rockzenébe, vagy rockzenei közegbe ment át, az nem feltétlenül, vagy nem elsősorban, vagy kizárólag azért volt, annak volt köszönhető, hogy én hangszert váltottam volna, mert ez már akkor is elindult ez a folyamat, amikor én még javában gitáros voltam. Nyitva az ajtó, benne majd
Kétségtelen, hogy ebben a, főleg ott a 80-as évek végéről beszélünk, 90-es évek legelejéről, nem volt könnyű jó hangszert szerezni. Egyébként nem csak azért, mert nem nagyon voltak még boltok, hanem mert kurvára pénzünk nem volt rá, érted? Tehát még a letek volna is fasz a boltok, honnan lett volna a lóvénk, érted? Nem. Mindenféle kotúr, iszrosz cuccokkal kezdtük, tehát ez kétségtelen. Tehát, hogy az előbb beszéltünk itt a Punk and Roll, ez volt a zenekarnak az első, akkori korabeli hivatalos első műsoros kazettának hívták ezt. Nyilván azóta már minden anyagunk megrend CD, meg mindenféle újrakiadások, tehát ez is egy album, egy lemez, ha úgy tetszik. Hogyha valaki mondjuk azt meghallgatja, azt a felvételt, akkor azt hallhatja rajta, nem kell hozzá különösebben nagyon kimunkált szakmabelinek lenni, hogy hallja, hogy hamis a gitár. Ennek például az volt az oka, hogy olyan rossz hangszereink voltak, hogy annyira lehetett behangolni kb. Olyan 87%-osan, vagy 91, de semmiképpen nem 97 vagy 100, érted? Viszont az is igaz, hogy azok a lemezeink meg a dalaink, amik a korai időszakban készültek, hangfelvételekről beszélek, úgy értem, ott azért igyekeztünk, ha másképp nem, akkor kölcsönkérni cuccokat. Én emlékszem például, hogy amikor a legjobb méreg lemezt csináltuk, akkor például az Edda korabeli basszusgitárosától, Zselenc Laci Zsöci, ez a beceneve, kértünk kölcsön például egy Music Ment. Hát az izé csoda volt, ó, az meg milyen fasz, nem volt hamis, beledett jó hangolja. De ugyanez igaz volt dobfelszerelésre, cintányérokra, mindenféle olyan eszközparkra, amivel mi nem rendelkeztünk. A koncerten ütöttük, vertük azért, érted a kutyát, kótottunk, amilyen cuccunk éppen volt. Nyilván aztán, hogy a zenekarnak a népszerűsége megindult, és egy idő után már elkezdtünk nem csak befelé tenni lóvét, hanem elkezdett jönni is a pénz belőle, akkor nyilván azonnal tudtunk venni jobb hangszert, jobb húrokat, jobb dobfelszerelést. Mit tudom én, nagyjából a 90-es évek közepére ez megtörtént, ez a fajta hangszerpark váltás vagy változás, de az első néhány alkalommal tényleg hát azzal zenéltünk, amivel tudtunk meg, ami volt. Valóban igaz az, hogy a korabeli időkben kézzel írt levéllel válaszoltunk a rajongóknak, nem feltétlenül csak én kizárólag, Kémeri Peti, aki a zenekarnak az első 10 évében a Tankcsodának az ilyen, hát mai divatos szóval azt mondja, hogy menedzsere volt. Nyilván mi akkor nem a menedzser szót használtuk feltétlenül, mert nem az volt a lényeg, hogy most hogy nevezzük egymást. Ráadásul egyívásúak voltunk, most érted, ugyanazt a sört ittuk, meg ugyanott keltünk fel reggel a padlón, a turnén, a hálózsákba, és mentünk tovább. De hogy, tehát időnként ő is válaszolt, sok levélre válaszolt, egész pontosan ő is, meg hát én is. Az meg, hogy kézzel írt válaszokban ment a levél, ment a levelezés, ennek két oka volt. Egyrészt közel sem volt olyan széles a rajongó tábor, hogy ne lett volna rá idő, meg érkezés, meg alkalom válaszolni azokra a levelekre, ami persze egy idő után egyre több és több levél jött, másrészt meg a technológia akkor ott tartott. Manapság egy Facebook poszttal, vagy egy mit tudom, Instagram bejegyzéssel el tudsz érni 100 000-eket egyetlen gomnyomással, akkor meg jött egy levél, megírtuk a levélben, nyilván a levelekben is általában ugyanaz a 15 kérdés volt, hogy mikor jöttök legközelebb Győrbe, tudnál-e küldeni dedikált képet, és hogy nagyon szeretem a zenéteket, és a haveromnak is tudsz-e küldeni dedikált. Érted? És akkor, tehát nem, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy leültem, és akkor mindenkinek külön-külön jól leírtam, igen, hát tudod, Sanyikám, az élet nem egyszerű, hanem igyekeztünk, tehát ez a kapcsolattartás egyfajta formája volt, nyilvánvalóan egy fontos dolog ez, azt gondolom mind a mai napig. Természetesen ma már a világ egész máshol tart, a technológia is egész máshol tart, nyilván mi is egész máshol tartunk, és manapság is igyekszünk, amennyire csak tudunk az emberekkel személyes kapcsolatot kiépíteni, vagy tartani, vagy megtalálni azokat a kapcsolódási pontokat. Nyilvánvalóan miután manapság már tömegek járnak Tankcsoda koncertre, ezért mindenkivel, egyesével, personálisan, külön-külön, főleg nem kézzel írt levél formájában, értelemszerűen ma már nem lehet kommunikálni. Hiába vagy gazdag, az ég ilyet leszavaznak, a kocka el van vetve, de meg a föld alá temetve, ott már hiába van ügyvéd, aki a törvényektől megvéd, itt senki se golyó álló, és azt szakad a védő álló.
kétségtelen az, hogy a korabeli évek, vagy a korai években azok a dalszövegek, amiket te is most hoztál példaképpen, hogy a kokóvárosok összes cucca, meg a, mit tudom, a fegyverről, a kézben, meg nem tudom milyen szövegek vannak, ezeknek a jó része az inkább volt a fantázia, vagy vagy a stílus azonosságnak köszönhető, semmint annak, hogy nekem a kokóvárosokkal kellett volna Debrecenben 90 tavaszán balhéznom, hát nem is volt Debrecenben kokóváros, érted? Persze, hogy nem kellett, nyilván. Manapság azért más a helyzet. Mármint, hogy nem a balhét illetően, hanem a kokót illetően az egész világon. A viccet félretéve, nyilvánvalóan egyrészt volt egyfajta ilyen stílus azonos dolog, hogy egy ilyen jellegű zenekar mikről énekel, vagy miket szokott mondani, vagy egyáltalán miket látok magam körül, vagy milyen impulzusok érnek. És lehet, hogy nem lehet, biztos, hogy Debrecenben mondjuk 90 tavaszán nem igen tudtál volna kokót venni a fő utcán, ilyen, vagy a Sikátorban, nem tudom, hogy hol, hát ott akár mit tudom én, a Fácán mellett, a kis utcába. Ez igaz, de az is igaz, hogy ahogy mondtam is neked egyrészt, nagyon sokat jöttünk, mentünk, tehát mi 90-ben már javában túrnéztünk Németországban, Svájcban, Ausztriában, Hollandiában, tehát nekünk egyrészt volt személyes tapasztalásunk is ezt illetően, másrészt meg egy csomó olyan általam mind a mai napig nagyra tartott és becsült, tisztelt zenekarban, elég ha csak a Motörheadet, a Judas Priestet és sorolhatnék egy csomó rockzenekart mondom, akinek a dalszövegeit nyilvánvalóan tudtam, lefordítottam, és láttam, hallottam mondatokat, hallottam kifejezéseket, ami egyik másik még ráadásul tökre passzolt is arra a fajta gondolatiságra, amit bennem is bennem volt, és innentől kezdve nem volt túl innentől kezdve egyenes út vezetett odáig, hogy nem arról szólt egy dal. Meg azért legyünk őszinték, soha nem voltam egy alvilági figura, soha nem voltam, az kétségtelenül, de az is igaz, hogy ha van olyan, hogy szürke gazdaság, vagy van ez a kifejezés, akkor azért én is mozogtam szürke emberek, mondjuk akik az életüket szürke módon élték társaságában, tehát azért mégiscsak volt egyfajta személyes, hogy mondjam, referenciám is ilyen értelemben. Itt lakom, látod, ez az a ház. Kevés a luxus, szolid a kényelem. Hiába keresel nyugalmat, nem találsz. Se a halálon innen, se túl az életem. Hogyha a kérdés úgy hangzik, hogy mit látok most máshogy, mint akkor láttam, hát akkor, hogy nem tudom, van elég film a kamerában, de erről órákat lehetne beszélni, hát a világ, mit tudom én, a 80-as évek vége, a 90-es évek elejéhez képest, ugye az elmúlt bő 30 évben, 35 évben a világ 16-szor körbefogott a saját tenger körül. Érted? Nem csak az, hogy megváltozott, hanem kurva sokszor kurva sokat változott, tehát rengeteg mindenben, de most ezt nyilván se neked, se a nézőnek nem kell ezt különösebben ecsetelnem. Elég az hozzá, ha mondjuk valaki fiatalabb srác nézi, vagy lány nézi ezt a mostani beszélgetést. Elég, ha csak annyit mondok, hogy a tankcsere megalakulásakor nem, hogy nem volt TikTok, Instagram, Facebook, hanem internet se volt. Konkrétan nem volt internet, érted? Nem voltak okostelefonok, kábeles telefonok voltak, ahol voltak. Nekem például, vagy nekünk, a szüleimnél laktam ekkor még, szerintem nekem így a 90-es évek első felében, 92-3 körül lett először kábeles telefonunk. Tehát azért mondom, és most csak egyetlen apró dolgot ragadtam ki, olyan értelemben véve, és ezzel igyekszem érzékeltetni azt, hogy a világ nem csak ilyen szempontból, nagyon-nagyon sok minden más szempontból is rettentően sokat változott. Az, hogy javára vagy nem, ezt mindenki döntse magának, vannak ennek győztesei, vannak ennek vesztesei, mindenféle értelemben, én ebben nem is akarok belemenni. Azt viszont egészen biztos, hogy az, hogy én nem változtam olyan értelemben sokat, amit te is mondasz, hogy persze népszerűvé vált a tankcsoda, és az én személyem is ilyen értelemben véve, az, hogy nem változtam ilyen sokat, vagy olyan sokat, az annak köszönhető, hogy én mindig is zenélni szerettem. Természetesen érdekelt mindig a rock'n'rollnak a chillbilly része. Sőt, hát igazság szerint az első alkalom akkor, amikor nem tudtam még gitározni sem, mint 12-13 éves koromban, 12 évesen, még nem tudtam gitározni, egyetlen akkordot sem tudtam még, de a dobozgitárral, az akusztikus gitárral a tükör előtt már pózoltam, hogy kell majd a csajoknak mutogatni a színpadról. Hát ilyen szempontból persze, hogy érdekelt, hogy hogyan lehet rockstárrá válni. De engem sokkal inkább érdekelt, és érdekel mind a mai napig az önkifejezés része ennek. Van egy csomó gondolatom, amit szeretnék az embernek elmondani, és nekem ezt a platformot adta az ég, hogy ilyen módon tudok kommunikálni az emberekkel, dalszövegek formájában, zenei közeg, vagy köntösbe bújtatva, színpadról, lemezen meghallgatva, vagy ilyesmi. Egyébként pedig
Az is igaz, a teljes igazsághoz az is hozzátartozik, hogy az én életemnek és karriernek is volt olyan korszaka, amikor az első nagyobb sikerek megjöttek, ugye a 90-es évek közepén, az első aranylemezek, az első komolyabb turnék, amikor már nem mindenféle riszlosz haveroknál, mindenféle riszlosz büdös hálózsákba, a kis szobába keltem föl reggel, hót másnaposan az olcsó vodkától, hanem már szállodába laktunk, már olyan szállodába laktunk, ahol a tévében volt pornó hajnalban, érted, stb. Ebben az időben nekem is volt egy időszak, amikor elszaladt velem a ló, és azt gondoltam magamról, hogy most már megérkeztem, és én vagyok a híres rock and roll sztár. De aztán ez nem tartott, hál' Istennek, sokáig, ráadásul a környezetem gyorsan visszahúzott a földre, hogy Laci, üljél már az járkájába, az meg hát. Hát végül is semmi. És mondom, ez nem volt hosszú időszak, és elég régen is volt ahhoz, hogy ezen már régeség túl vagyok, persze. A legjobb még egy című dal, ugye most már több mint 30 éves, 92-ben jelent meg, 91-2 körül írtam, vagy íródott a dalszövege. Tehát tényleg most már elég régen ahhoz, hogy bő 30 éves dal, ról beszélve lehet mondani, hogy klasszikus old school tankcsoda darab. Az, hogy miért működik még mind a mai napig, ennek szerintem az lett az oka. Hozzáteszem, hogy nem nekem kell ezt igazából fejtegetnem. Én nem nagyon szeretem azt, amikor valaki a saját művészetét kurvára megfejti, mert ez ilyen, tőle ilyen fűzfapoéta az, aki a saját szövegeit szokta idézgetni, hogy mert az vizé, és akkor mondja a saját dumáit. De mivel kérdeztél, nyilván válaszolok a kérdésre. Én azt gondolom, hogy a legjobb méreg is olyan általános, az emberi életben bármikor jellemzően előforduló, vagy előfordulhatnak olyan élethelyzetek, amikor az embernek, és ez mindegy, hogy valaki 15 éves, vagy 35 éves, vagy 55 éves, mindegy, hogy valaki 92-ben volt kölyök, vagy most kölyök, ilyen értelemben véve 30 éve, vagy bő 30 éve később, az embernek vannak olyan pillanatok az életében, amikor azt mondja, hogy dugd fel a botodat magadnak, segfej, érted? Egész egyszerűen csak ennyi. És ez független attól, hogy mondom, hogy valaki Kuala Lumpuri, adott esetben vagy debreceni, mármint hogy az életterét illetően. Független attól, hogy valaki a 2000-es évek, vagy a 2020-as évek derekán él, mint ahogy most szépen lassan bele csúszunk már mi is ebbe, vagy a 90-es évek elején élt, akár egészen más földrajzi, meg mindenféle értelemben teljesen más helyen vagy helyzetben. Vannak ilyen általános érvényű érzések, meg gondolatok, amik, hogyha a megfelelő módon vannak megfogalmazva, úgy, ahogy egyébként általában az emberek gondolják, sok esetben, akkor ezt lehet énekelni 90-es években és a 2000-es években is, a 2020-valahanyas években is, érted, ez ilyen. A kérdés, az, amit most feltettél, arra vonatkozik, hogy, vagy pontosabban rosszul mondom, tehát ha a kérdés, amit most feltettél, arra vonatkozik, hogy volt-e nekem bármiféle ötletem vagy elképzelésem, hogy ha nem jön össze a tankcsapdázás, vagy ha nem jön össze, a tankcsapda előtt is már azt gondoltam, hogy rockstar leszek, tehát nem a tankcsapda volt a gyújtópont, én azt megelőzően is ugye beszéltünk a korábbi zenei formációkról, tehát én mindig azt gondoltam magamról, hogy én zenész akarok lenni, rockzenész akarok lenni, én ebből akarok megélni, és ezt, ahogy te fogalmaztál, ezt ki akarom maxolni. Nyilván a tankcsoda volt ennek egy természetes következő lépcsőfoka azokban az években, ami aztán valóban meg is hozta ezeket a sikereket. Ha a kérdés úgy hangzik, hogy volt-e bármilyen más alternatíva a fejemben, hogyha ez mégsem sikerül, akkor mit fogok csinálni, akkor a válaszom erre egyértelműen az, hogy nem. Kulvár nem volt. Nem volt B-terv. Itt egyetlen elképzelés volt, hogy ezt kell csinálnom, és ezt meg is fogom csinálni. Ha törék, ha szakad, ha a piros hó esik, ahogy szokták mondani, akkor is. Nem volt B-tervem. Az más kérdés, hogy miután érdekel mind a mai napig néhány más dolog is a világból, ha úgy tetszik, mondjuk a repülés, az mindig is kurva közel állt hozzám, nem véletlenül ejtőernyőztem mondjuk én magam is aktívan 10 évig, többek között, meg a mai napig szeretek repülni, stb. Éppen ezért lehet, hogy egy alternatív valóságban Lukács Laci mondjuk pilóta, vagy Lukács Laci mondjuk nem tudom, repülőgép szerelő, vagy tudja a fene micsoda. De itt ebben az életemben az egészen biztos, hogy nekem más alternatíva nem volt a fejemben. Nem lebegett előttem más cél. Onnantól kezdve, hogy az első akkordokat nagyjából meg tudtam fogni, és a Johnny B. Goode, a Chuck Berry-féle klasszikus rock and roll akkordjait már úgy nagyjából magabiztosan el tudtam játszani egy dobozgitáron, onnantól nem nagyon volt már bennem más alternatíva. Hogyha valaki nekem 89-ben, 90-ben azt mondta volna, hogy
hogy a Metallica valaha a legjobb mérget eljátsza, akkor azt mondtam volna, hogy hát nekem is vannak álmaim az életemben, meg remélem, hogy minden megtörténik, amit az ember elképzel, de azért ez kicsit túlzás. Tehát magyarul nem gondoltam volna, hogy ez valaha megtörténik. Az is igaz, hogy nyilván a két dolog között időben nagyon-nagyon sok idő telik el, ugye mondjuk 30 év, vagy nem tudom mennyi egész pontosan, 27-8 év, amit mondasz, meg a között, hogy ez meg is történt valójában. És azért az alatt a bő két év, vagy szűk három évtized alatt annyi minden más egyébként korábban elképzelt, de vagy remélt, vagy bíztam benne dolog valóságá vált, hogy egy idő után már akár ezt is el tudtam volna képzelni. Akkor szerintem nem. Ez a bizonyos Metallica a legjobb méret dolog, ez ugye a YouTube-on meg lehet nézni, fenn van az ő hivatalos oldalukon is egyébként ez a felvétel. Metallicának az oldalán, úgy értem. Sőt, igazából az övékén van fenn, a miénk nincs, hiszen ez az ő dolguk, vagy produkciók, nem a miénk volt. Ez 18 tavaszán történt Budapesten. És valóban volt előtte, kaptunk Füdest azt illetően, hogy lehet, hogy lesz egy ilyen. De nem voltunk benne egészen biztosak. Éppen ezért nem is mondtuk senkinek előre semmiképpen. De olyannyira nem mondtuk előre senkinek, hogy erről tényleg csak mi hárman tudtunk. Sidi, Tomi meg én. Én tudtam róla legelőször, egy Amerikában élő egyébként magyar filmrendező, Antal Nimród, aki ugye a Metallicával is dolgozott, meg minket is ismer, tehát ő volt a két zenekar között, ő volt a kapucs, ha úgy tetszik. És ő hívott engem egyszer random este, hogy figyelj már, Laci, van egy ilyen dolog, ez egy őszi esti telefonhívás volt, hogy jövő tavasszal, már akkor jövő tavasszal az európai turnénak a budapesti állomásán könnyeletű lesz egy ilyen akció. Hű, hát persze, kurvára megörültem neki, de mondta, hogy ne éljen vele magam nagyon, mert ez egyáltalán a kutya vacsorája sokkal biztosabb, mint ez a dolog. De hát természetesen elmondtam Tominak meg Sidinek, de abban maradtunk, hogy pont azért nem mondjuk ezt senkinek, hogy lehet, hogy lesz egy ilyen dolog, mert egyáltalán nem biztos, és nyilván pofáres is lenne, hogyha utólag kéne magyarázni. Ja, hát mi azt hittük, hogy nyilván. De mi úgy mentünk el erre, akkor amúgy is mentem volna erre a Metallica koncertre, vagy amúgy is mentünk volna, mert amúgy szeretem a Metallicát, hogy persze, jönnek Pestre, tudunk menni a koncertre, ráadásul a fő támogatónk a MOL okán van ott Páho is, ahonnan faszán lehet látni a koncerteket, tehát ezt érted, kézenfekvő volt, hogy megyünk, hogy ne mennénk a Metallicára, ráadásul így meg aztán még inkább volt bennünk egyfajta izgatottság, hogy na, hogy akkor ez mi fog történni. És amikor ez a performance valóban meg is történt, én konkrétan addigra már azért volt az ormányom alatt, vagy mit tudom én, vagy egy vagy hét viszki, nem tudom pontosan mennyi, ott ahogy a koncertet ugye néztük közben, és ott dumáltunk, meg mentünk, meg izé csápoztam, meg minden. És amikor a legjobb méret, ugye felkonferálták a zenekar nevét, meg a dalcímét, és akkor eljátszották, ugye ezt ott mondom, a YouTube-on meg lehet nézni, hogy történt, nem akarom túlragozni. Hát én megmondom őszintén, nálam eltört a mécses. Tehát így mondom, biztosan az is hozzátesz, hogy akkor már nem voltam teljesen szomjas, de az kétségtelen, hogy na kurvára megható volt az, hogy egy ilyen dolog történik. És őszintén szólva, mind a mai napig, nem jó szó a büszke szó, mert szoktam, hogy büszke vagyok rá. Nem, engem ez nem tölt el büszkeséggel. Az aranylemezeink, vagy a platinlemezeink, meg a teltházas turnéink, meg a nem tudom milyen dolgaink se töltöttek el engem soha büszkeséggel. Egyszerűen csak örülök annak, hogy ezeket megélhetem. Nem büszke vagyok erre, mert ez kicsit ilyen béna kifejezés szerintem, meg ilyen nagyképűnek tűnik, ez nekem mindig is annak tűnt. Nem is szóelemzésbe akarok most belemenni, egy szó mint száz. Örülök annak, hogy megélhettem egy ilyen dolgot, és jó leső érzés, akkor inkább így mondom, visszaemlékezni is rá, meg megélni ott is, természetesen. Igyekszem nem csak rockzenében, hanem úgy mindenféle más zenei stílusban is figyelni a frisset, az újat. Kurvára egyrészt, mert érdekel, hogy a világ most zeneileg hol tart, akár Magyarországon, akár világszerte, rockzenében is, meg de mondom, akár popzenében, hip-hopban, bármilyen stílusban, ambientben, tudja a fene, érted, ezerféle dark wave-ben, mit tudom én, érted, most nem is kezdek bele. Vannak benne tök egyszerű, 100 zongorás, gitáros, énekes, nagyon szép a kislányoktól kezdve a irgalmatlan breakdownos, tekert metal, matek metal zenekarok, így mindenféle. Nem mindegyik tetszik egyformán értelemszerűen, nem azért hallgatom őket, mert minden stílus szeretek, de az jó, hogyha valaki nem zárkózik be, és nem csak a klasszikusokat hallgatja, nyilvánvalóan egyébként szórakozásból, a saját magam szórakoztatása kedvéért a kedvenceimet hallgatom értelemszerűen, de igyekszem figyelni kurvára arra, hogy mi történik körülöttünk. Nyilvánvalóan miután a zenei értelemben véve is annyira nagy a dömping Magyarországon is, meg a világ szerte, meg aztán végképp, hogy követhetetlenül sok
új produkcióban, de azért igyekszem azokra figyelni, amikre érdemes, vagy amit ajánlanak, vagy amit úgy szörfözök és rátalálok YouTube-on itt ott. Nyilvánvalóan a rockzene érdekel elsősorban, hiszen az a hozzá legközelebb álló műfaj, ezt nem kell ragoznom. És van egyébként, vannak jó új magyar bandák. Tegnap előtt teljesen mindegy is, például egy olyan magyar trió formáció, jó ilyen izmos metal, nem is tudom minek nevezni, mondjuk izmos metal. Hogyha látják, hallják, akkor majd innentől kezdve használják ezt a kifejezést. Zenekarnak a koncertfelvételét néztem, meg egy-két klipjét is, az a nevük, hogy Senki. És egy gitáros énekes csávó, egy dobos, meg egy bőgős, egy trió formáció. Az például egy tök érdekes, izgalmas új szín számomra. Nyilvánvalóan biztos, ha valaki a metalban jobban otthon van, akkor azt mondja, hogy jó, hát láttunk, meg hallottunk már ilyet, nem tudom. De egyébként ugyanez igaz lehet, egyébként mondom, ahogy mondtam is neked, más egyéb stílusokra és más egyéb, mondjuk a hip-hop például, nem tudom, van egy fiatal csaj, Sisi, ő például elég jó, egy Pogány Induló nevű fiatal srác is. Jó, nem feltétlenül mondom, hallgatom ezeket nap hosszat, jellemzően amúgy nem. De mondhatnám az Archaikot például, akik, és most szándékosan magyar madákat mondtam. Mondhatnám az Archaikot, akik szintén azt az ilyen jó ízű old school trash-t játsszák, ráadásul kibaszott magas színvonalon. Szóval van egy csomó jó banda szerintem. Az más kérdés, hogy manapság mondom, annyira nagy a dömping, annyira sok zenekar van, annyira, tehát felfoghatatlan mennyiségű dal, maxi, digitális kislemez, fizikai formátum is biztosan jelenik meg nap mint nap, csak Magyarországon, világszerte meg aztán végképp, hogy ezt követni nem lehet, nem is érdemes szerintem ebbe belebetegedni, az viszont biztos, hogy engem érdekel az újdonság is, nyilván mondom meg egy csomó klasszikus is, hogy legyél osztár, igyál ingyen, a virágnak vegy, hagyd meg azt, hogyha akar, így el rólad bármit, úgyse az számít. Ez itt az Alföld, itt nincsen semmilyen egy, itt az indújjel úgy van, hogy öcsém, eredj oszta, bármi kell, hát szerezd magadnak, pofonon kívül itt ingyen nem adnak más, nincs semmilyen hegy, csak az... A tankcsodát illetően, hogyha lenne olyan időszak, vagy konkrét esemény, vagy bármi ilyesmi, amire úgy tekintenék, hogy az volt a zenekar csúcspontja, akkor abba hagynám. Vagy nem azt, hogy én abba hagynánk. Méghozzá azért, mert akkor nem lenne tovább értelme csinálni, hiszen már megvolt minden fasza, és akkor most innentől kezdve hol tovább? Én azt gondolom, egy olyan zenek, amit a tankcsapda, ami ahogy mondtam is neked idén 35 éves, ez bő 3 évtized, 3,5 évtized. Ennyi idő alatt voltak csúcspontok, meg voltak mélypontok. Voltak olyan időszakok, amikor azt úgy éreztük, hogy mi vagyunk a világ urai, ha úgy tetszik, mi vagyunk a világ parnaszus legtetején, és így tekintünk le hajzére. Meg volt én is, hogy a béka segge is jóval magasabban volt, mint ahol én voltam. De hát ez ennyi évtizeden keresztül, ez benne van a pakliban, és én azt gondolom, hogy vannak csúcs, meg vannak mélypontok, eddig is voltak, és ezután is lesznek. És én nem gondoltam soha se magamra, se a zenekarra úgy, hogy melyek voltak a legsikeresebb, vagy a legkomolyabb korszakaink, annál is inkább sem, mert ez a kérdés, hogy mondjuk hova lehet még ezt fokozni, vagy hova lehet még fejlődni, ez az elmúlt 30 év alatt nagyon sokszor elhangzott. Amikor a 90-es évek közepén megjöttek az első aranylemezek, akkor azt mondták a korabeliek, hogy hát figyelj, rockzenében Magyarországon ennél feljebb már nem nagyon, és ez ezelőtt 30 éve volt, gondolj bele, vagy 28-29 éve, és mondhatnék egy csomó példát, amikor először, mit tudom én, összegyűlt egy önálló tankcsoda koncertre, mit tudom én, a Sziget 0. napján, mint a 40 ezer fizető néző, akkor azt mondták, hogy hát ennél nincsen tovább, hát ezt már tovább hova lehet maxolni. Annak is már 15 éve, érted? Tehát, hogy egész egyszerűen annyi minden történt és történik velünk mind a mai napig, hogy azon, hogy mi volt, vagy mi lehetett a zenekarnak, vagy volt-e egyáltalán a zenekarnak a csúcspontja, én azt gondolom, hogy nem. Vagy ha igen, akkor több ilyen is volt, és az a remény és az a hit éltet, és ezért is dolgozunk mind a mai napig keményen, éppen most a beszélgetéskor is új dalokkal foglalkozunk, és hamarosan, még ebben az évben legalábbis új lemezt csinálunk. Mert az a remény, meg az a hit éltet minket, hogy még egy csomó minden csúcspont vár ránk. Hagyd meg azt, hogyha akar, mondjon rólad bármit, úgyse az.